Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás. Ennél a jóslásnál feltesszük a három fontos kérdést. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? A gondolatait középen látjuk, itt felül és alul. A torony nagyon sok mindent jelenthet. Lehet, hogy jelenleg úgy gondolja, hogy összeomlik minden körülötte, elveszíti a talajt, a lába alól, a helyzet betegíti őt. A torony lehet egy nagyobb épület, egy nagy cég, egy hivatalos dolog, egy bírósági ügy, egy iskola vagy egy kórház. A torony jelentheti azt is, hogy ő szeretne valamit kiépíteni, de azért még vannak akadályok. Itt a fa jelenti a biztonság érzetét, keresi a helyét az életben, ahol úgy gondolja, igen, itt le tudok gyökerezni. Amit a fa még jelenthet, egészségügyi témák. Ebben az esetben a torony lehet egy kórház. Előfordulhat, hogy ő beteg, vagy valaki a családban, és ez foglalkoztatja őt a gondolataiban. Az is lehet, hogy ezen a területen dolgozik, és szeretne munkahelyi változásokat, mert úgy gondolja, hogy itt a munkahelyen most összeomlik minden. Amit a kártyák még jelenthetnek, egy nagyobb város, egy nagyobb helyiség, és itt a fa, hogy erdő van ott a környéken, egy szép környezet. Hogyan érzi magát? Az itt látható bal oldalon. A könyv jelentheti a tudását, vagy egy továbbképzést, de mivel ez a könyv nyitott, utal a nyitottságra is. És itt a csillagok szerencsét hoznak. Lesz egy szerencsés fordulat. A könyv és a csillagképek jelenthetik az ő tudását, vagy hogy érdekli a spirituális terület. De figyelembe kell vennünk a ravasz rókát is, meg ezt az állarcot, hogy van valaki a környezetében, aki ravasz, aki becsapja őt, aki hazudik, aki figyelgeti őt, aki irigy rá, és ez a személy eddig állarcot viselt. De most rájött, hogy ez a személy hamis, hiszen itt van a nyitottság, az állarc már nem az arcon látható, tehát rájött arra, hogy mi van az állarc mögött. Ez a személy lehet egy férfi, de lehet egy nő is. Mit fog tenni, azt itt látjuk jobb oldalon. A hajó jelenti a reményt, hogy minden jóra fordul. Jelent egy utazást is. Amennyiben távol él, akkor itt az utak meg a hajó együtt azt jelenti, hogy útban van hozzád. Nem jön üres kézzel, hiszen ez a virágcsokor jelent egy ajándékot. De lehet egy meghívás is, vagy szeretné azt, ha együtt elutaznátok valahova. És itt az utak nem csak azt jelentik, hogy ő útban van hozzád, vagy lesz egy meghívás, és te vagy útban hozzá, hanem az utak jelentik a döntéseket is. Amikor elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba. Ezt a hamis kapcsolatot lezárja. És megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák, mégpedig az orosz kártyaképből. Már elmondtam a történetet, de ha
ezt még nem hallottad, megismétlem magamat. Én ezt a Lunomat kártyacsomagot megrendeltem, és 2 hónapig a vámosoknál volt Madridban. Nem küldték át. Kinyitották a csomagot, átvizsgáltak mindent. Lehet, hogy azért, mert a kártya orosz. Én így tudnám elmagyarázni, mert kicsit furcsa, hogy 2 hónapig a vámosoknál volt, de megkaptam a csomagot, és tudok vele dolgozni. Sőt, az orosz kártyáknál megvan az orosz írás, és én annak idején oroszul tanultam az iskolában, bizonyára nem vagyok egyedül, és annyira tetszik most ez a nyelv, hogy foglalkoztat az orosz nyelv tudása, és kicsit tanulgatok most. Megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt a csillagok ugyan szerencsét hoznak, de még megjelenik itt a felhő, hogy még valami átláthatatlan számára. A felhő jelenti az időt is, mégpedig fél évet. Hogy fél éven belül szeretne valamit kiépíteni, szeretne nagyobb változásokat. Vagy a felhő azt is jelentheti, hogy eddig számára átláthatatlan volt ez a helyzet, hogy valaki itt maszkot viselt, de most rájött, kiderült az igazság, és itt most van egy szerencsés fordulat. Ő útban van hozzád, lezárja ezt a hamis kapcsolatot. Persze, itt mozgásról van szó, ez lehet egy autó is, és előfordulhat, hogy az autó vételénél valaki becsapta őt. Itt is az utak láthatóak, ugyanúgy, mint ezen a képen, hogy útban van hozzád, tervezi ezt a találkozást, itt is látható a mozgás. Azon kívül döntéseket fog hozni. Itt a gyűrű jelenti azt, hogy visszatér hozzád vagy, hogy keresi veled a kapcsolatot. Sőt, lehet egy eljegyzés is. Itt a gyermekek jelenthetik a gyermekeket, de jelenthet egy új kezdetet is. Útban van hozzád, döntéseket hoz, lesz egy új irány. Itt látható a szív, szeret téged, és ez a virágcsokor, ez jelent egy ajándékot, ez lehet egy gyűrű is, vagy egy eljegyzés, egy meghívás, egy utazás, amit a virágcsokor még jelent, a te szépséged, vagy egy szép környezet. Most megnézzük az ő jelenlegi helyzetét. Mennyire érdekes, a német nyelvű videónál, itt ezen a helyen szintén a kereszt jelent meg. A kereszt jelent kármikus témákat, lehet, hogy itt tanul valamit, hogy átlásson a dolgokon, amikor ilyen hamis emberek közelednek hozzá. A kereszt jelentheti a hitét, vagy egy spirituális területet, de jelenti a döntéseket is, hogy elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, milyen irányba, hogyan tovább, ugyanúgy, mint itt az utaknál. És a te jelenlegi helyzeted? Itt látható egy idősebb hölgy, és itt lesz egy kapcsolat, ez lehet egy
barátnő, aki kicsit idősebb, mint te, lehet az anyukád is. Ahogy a képen én érzem, illetve mindkét kártyánál, hogy vannak olyan pillanatok nálad, amikor úgy érzed, hogy kicsit megöregedtem, de megvan a fiatalos kisugárzás, és mások így látnak téged. És ez volt az általános jóslás. Megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást. Ó, most veszem észre, hogy itt középen a magyar kártyát nem néztük meg, de megnézzük, hogy mi van a kártyán, melyik betű, és hogy mit jelent a H betűről van szó. Mit jelent most a H betű? Ez lehet egy fogalom, például hamarosan, vagy hétfő, lehet egy helység, például Hévíz, lehet név is, például Hanna, vagy Horváth. Most gondolkozom, hogy milyen férfi név, Hubert például. Mi jut eszedbe neked a H betűről, örülnénk annak, ha ezt leírnád a kommentárba. A régi írásmód, az úgynevezett rovás írás itt van középen, és ennek van egy szimbóluma is. Nekem úgy tűnik, minthogyha átölelnétek egymást. Vagy jelentheti azt is, hogy itt középen megvan a biztonság érzete, az alapok, lehet, hogy kicsit unalmas a helyzet, és kerestek változásokat, dönteni fogtok, melyik irányba, ebbe az irányba, ebbe, vagy itt is akkor döntésekről van szó. Hogy neked mi jut eszedbe erről a képről, örülnék annak, ha ezt tudatnád velem. És az előbb már említettem, hogy ez a jóslás megrendelhető, a díjam 4000 forint. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.